Nézzük meg közelebbről a Jól vagyok heti tervezőt. Így néz ki. Gyönyörű szép színe van, rózsaszín és ilyen arany csillámos grafikával készítettem. Nincs rajta csillám, csak a grafikája olyan, és igazából kettő részre bontható maga a tervező. Van ugye a fizikai jólétem, illetve a szellemi jólétem, itt ugye hetire le van bontva, és hogyha ebből teljesült valami az adott napon, akkor szépen rajzolhatunk oda egy szívecskét, vagy X-et, vagy amit éppen szeretnénk. Ugye a fizikai jólétemben benne van a koránkelés, mozgás, bőrápolási rutin, séta friss levegőn, vízfogyasztás, minimum 2 liter. Én mindig elfelejtem, megmondom őszintén, hogy nekem erre tudatosan figyelnem kell, hogy elég vizet igyak. Gyümölcs és zöldség fogyasztás, ugye ez is nagyon fontos, illetve egyéb, ha van bármi egyéb, ami eszünkbe jut, vagy amit rutinszerűen csinálunk, vagy amire szeretnénk odafigyelni, azt szépen beírjuk, és ugyanúgy ide jelölhetjük, hogyha az adott nap megcsináltuk. A szellemi jólét is nagyon fontos. Olvasás, kreatív elfoglaltság, ez igazából bármi lehet, ami jót tesz a lelkünknek. Jó társaság, fontos az, hogy feltöltődjünk, beszélgessünk. Optimista hozzáállás, ez is egy olyan dolog, amire szerintem tudatosan figyelni kell, mert nagyon sok inger ér minket a mai világban mostanában, és nagyon könnyen bele tudunk kerülni egy ilyen negatív spirálba, hogy mindent rossznak látsunk, vagy mindent negatívan érzékeljünk, ezért az optimista hozzáállás az is egy ilyen kis emlékeztető arra, hogy nem szabad mindent borúsan látni. Akkor ugye a képernyőmentes idő, ez lehet akár tudatos is, kiválthatja akár az olvasás is, de lehet az, hogy most én tudatosan eldöntöm, hogy például a mai nap egy órára lerakom a telefonomat, és nem nézek rá. Ez csak egy példa, és valami mással foglalkozom. Néhány kedves szó mások irányába. El sem tudjátok képzelni, hogy mennyire fontos, igazából de biztosan el tudjátok képzelni, mennyire fontos az, hogy kedvesek legyünk másokkal. Tehát így random kipróbálni azt, hogy sétálunk az utcán és oda mosolygunk valakinek, vagy elengedjük, vagy figyelmesek vagyunk, vagy megjegyzünk valamit, feldobja nem csak a mi napunkat, hanem ugye a másik illető napját is. Ami még itt van, az szintén ilyen heti összesítő, hogy amiért hálás vagyok a héten. Hát igen, meg kell tanulni és tudni kell örülni minden kis apróságnak, hiszen fogjuk meg az életünkben azokat a dolgokat, amik pozitívok, amik szépek és jók, és hogyha abba kapaszkodunk, vagy arra építkezzünk, akkor sokkal jobb hangulatunk lesz nekünk is, illetve amit tanultam a héten, ez lehet igazából bármi. És jegyzeteim, tehát itt ugye ki lehet fejteni, hogy igazából bármi, ami történt, heti tervező, tehát ide fel lehet írni a dátumot, bármikor elkezdhető, és egész évben, vagy egy éven keresztül hűtársunk, hiszen úgy terveztem, hogy 52 lap van benne, itt a tetején összeragasztottam, és ilyen kitéphető, lapozható formátumú. Ő lenne, ha jól vagyok heti tervező. Keressétek a weboldalon!